Johnny Brill Billy ellen. Jó reggelt, csodálatos öcsi! Ezt a síkképernyős tévét egy tudományos feladathoz használtuk, és gondoltuk, neked jól jönne. És beállítottunk neked egy automatikus fogmosópajtást. Soha többé nem kell már saját kezüleg fogat mosnod. Csúrolás. Öblítés. Köpés. Zappehely, tojás, cukor és képregények. Csak ennyi, vagy van még valami? Ez itt a vége. Mit szeretnétek? Bálint nap van. Nem akarom. Egy síkképernyős tévét és egy fogmosópajtást adtunk neked. Fegyver kell. Rengeteg fegyver. Az időutazót elház, ezen kívül még rengeteg könyörgés. Legyen. Jól van, mindenki gondolkozzon. Susan tesztet akarom. Bálint napra magamnak. Milyen van? Hiper szuper szerelmes csokoládé, uram. Ettől Susan teszt azonnal szerelembe esik. Hogyan etessen meg vele? Nem gond, figyeljen! Szeretlek, Billikém! Mindegy, hogy hol érintkezik vele, nem muszáj lenyelnie. Ha! Azt sem tudja, mi találta el, kivéve az ajkaimat. Ó, ez lesz aztán az egyszerű. Boldog Bálint napot, Eugene! Ez egy bokrétás sas? Egy vándorsója még vadabb. Szent ég! Ennél okosabb tervre van szükség. Susan felbérelte Johnnyt, hogy védje meg. Ezért bújjunk ki a csigaházból, emberek. Vagy inkább idebentről lőjük ki a szerelem tankot. Hogy működik? Őrült szerelmi gázt lő ki magából, amitől Susan test szerelmes lesz. És Johnnynak esélye sincs, hogy megvédje tőlem, vagy hogy ezúttal megállítson. Sikerült! Hamarosan! Susan test belém! Szia, Eugene! Ti mit kerestek ott? Megvédjük a nővéreimet a te szerelmettől. És ha ti ott lent vagytok, ki van a laborban? Ed, ősasszony. Visszamentél az időben? Csak miattad, testvér. Kisöcsém, a Brill Billit megállító technikát egyszerűen páratlan. Ha úgy ismered az ellenségedet, mint én, bébét, belelátsz a fejébe, vele gondolkodsz, akkor legyőzheted. Ez egy Speed McCool filmből van. Ez inkább a könyvében volt. A zsír dolgok, amiket a filmekben mondtam ból. Akkor próbáljuk újra. Nagyon izgatottan vártuk már ezt a kérést, uram. A zene. Úgy érti, énekeljek neki? Nem, ennek szörnyű hangja van, uram, de gyártottunk egy önműködő gitárt. A nők imádják a zenét, és ami még fontosabb, a zenészeket. Próbálja ki! Ez a leggyönyörűbb zene, amit valaha hallottam. Ha, már is saját magamba szerettem. És mivel ez nem fegyver, Johnny Test nem használ fegyvert ön ellen sem. Nem számít majd rá. Ez a zene rövid volt, de nagyon szép. Már soha nem tudjuk meg. Oké, Eugene mindig feladja három támadás után. Szóval az újabb Bálint napig biztonságban vagy. Tényleg? Ez biztos? Igen, a szigetén nyalogatja a sebeit Fagylalt és a fényképet társaságában. Nem bírok el Johnnyval. És ami rosszabb, soha nem nyerem már el Susan szívét. Szörnyen érezzük magunkat, de azért van még egy ötletünk. Nézze meg, uram. Na hát, mi a terv? A szuperhős hatás, uram! Lois Lane szereti Supermant, Mary Jane szereti a pókembert, és... Susan Tess szeretni fogja gyémánt fiút! Igen! Giga Kong elfogja majd Susant! Borbelli legmagasabb épületének tetejére viszi, és én...
Megmentem őt. A lényeg, hogy ne fedje fel a kilétét. Susan beleszeret a rejtélyes megmentőbe, és amikor felemeli a maszkot, hogy megtudja, ki az, akkor már úgy tekint az ön megfellebbezhetetlen külsejére, mint... Hé! Szóval kövér vagyok! Nem, uram, de amikor kiderül, akkor Susan már csak az édes gyengét hőst látja majd önben. És ha Johnny Test az utamba kerül... Jó, ez egy kissé durva volt. De, Giga Kong, menj és vidd Susan Testet! Nem hiszem, hogy egy negyedik körre készülne. Vidd a hőkülözőt! Mi folyik itt? Ne aggódj! Elbírunk a helyzettel! Oké, Eugene, elegem van abban, hogy itt tórákat is... Segítsetek, Johnny! Segíts! Ez nem Brill Billy volt! Hank a közvetítő jelenti, hogy egy óriási gorilla elrabolt egy lányt és a borbeli tornyokhoz cipeli. Hogy befolyásolja ez a szünidős forgalmat? Ez életem legrosszabb Bálint napja! Megmentelek, Susan Test! De előbb... Te ki vagy? A nevem Gyémánt fiú! És ne félj, Borbelli! Én mindig itt leszek, hogy megvédjem a városunkat és az okos, szép lányokat, főleg Susan Testet! Akárhol is! Ó, nézzék az égen! Ez egy... Ugyan fogalmam sincs, hogy micsoda, de az a fickó jobban néz ki, mint te! Mi a... Hé! Engedd el, szörnyetek! Ki vagy te? Jó a ruhád! Köszönöm szépen! Te nagyon, nagyon... Öcsikém, jaj, tegyél már le, Johnny, ez túl gázos! Méri felturbozta a ruhámat, és most extra jó lesz, és... Elég volt! Nekem kellett volna megmentenem, de most már téged mentsen meg valaki! Engem vádolj, Susan az, aki mindig elutasít téged! Igen, de őt nem tehetem tönkre, mert szeretem! Szóval készülj az utolsó harcodra velem, Johnny Test! Mert az én ruhám elpusztíthatatlan! Eugene, egy részem bír téged. Mindig is bír. Nekem is. De most szétrúgom a... Úgy látom, hogy ez az évezred csatája. Maradjanak ülve, zárkozzanak be, mert ez kezd eldurvulni. Nem kell bezárkózniuk a lakásba, csak egymást akarjuk elpusztítani, nem a várost. Viszlát, Johnny Test! Már régóta harcban állunk, és ismerem minden mozdulatodat. És én is ismerem minden lépésedre, Johnny Test. Mi a helyzet? Johnny nyerésre áll? Inkább döntetlen. De én töltetlen ruhát adtam Johnnyra. Igen, és Brill Billy is olyan. Na, azt már ne. Hosszú éjszaka elé nézünk. Itt Hank, aki az évezred csatájának 6. órájában jelentkezik. És őszintén most már belefáradtam, szóval iszom némi kávét, és talán majd reggel visszanézek. Nem győzhetsz le engem! És te sem, mert fáradt! Feladom! Nagyon elfáradtam! Én is! Ne harcoljunk többé, mert túlzottan fárasztó. És elpazaroltam rád egy egész napot, amikor hennyi lettem volna, és azt játszom, amit csak akarok. Én pedig egy újabb Bálint napot töltök el egyedül. Nem akarok többet, csak hogy megosztozzunk egy doboz fagyin, mint a filmekben. Szóval most ki győzött? Döntetlen lett. És őszintén nővérként fájna, ha egy kicsit kedves lennél vele. Tessék, szerintem beütheted a fejed. Innak kéne egy kólát a fiúval, nem kell feleségül menni hozzá. Nem, még nem akarok megházasodni. Ha csak Susan nem. Egyszer az életben gondoljatok másra is, mert én már nem bírom ezt csinálni minden Bálint napon. Ugyan egy közös kólázás a sráccal még nem készíthet ki. Elintézzük, hogy hozzád se tudjon érni. És én is ott leszek, hogy megvédjelek! Ez a legcsodálatosabb Bálint nap az életemben!
Nem hiszem el, hogy belementem. Meg kell mondjam, az a ruha elképesztő volt. Kitűnő munka. Köszike. Isteni, ez a randi Susan teszt. Ez nem randi. Johnny nővéreinek csatája. Juhu! Lenne bátorságom elhívni Gilt egy vacsorára? Igen. De miért akarod elhívni, amikor tudod, hogy én lennék számára a jobb barátnő? Tényleg? Mert ez szerint a számítás szerint én lennék jobb barátnője Gilnek. Nem én lennék! 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 Nem, Susannek van igaza, ő lenne a jobb barátnő Gilnek. Ha! Az arcodba! Szerint véleményem szerint Mary lenne a legjobb barátnő? Az arcodba! Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a nővérek harcán! Két lány csatázik, hogy szórakoztassák a kisöcsüket és a kutyájukat! Igen! Igen! Nektek borsóagyúaknak nincs jobb szórakozásotok ennél? Nincs. Jó van, az erőszaknál jobb módja is van, hogy eldöntsük a Gilt körüli vitát. Jó, miért nem hívjátok el mindketten Gilt vacsizni? Ó, és akkor ő választhatna? Ó, kérlek, ez a legrosszabb... Hé, igazából ez egy jó ötlet. Na, hé, Gilt, ugorj ide hozzánk, te nagy darab szőkeség. Mi a pálya, Johnny tesó? A nővéreim kérdeznének tőled valamit. Vannak nővéreid? Csúcs! Mi az, hölgyek? Kérdezzetek! Kicsit furcsák a lányok. Később, Johnny! Ti betegesek vagytok. Nem, totál betegesek. Tudjuk, de nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Gyűjtsetek egy kis bátorságot. Nincs valami kamrátok vagy lézerbogyotok, ami erőt ad a gízszívért vívott harchoz. Úgy tűnik ezúttal ti vagytok azok, akiken kísérletezni kéne, és nem Johnny. Nem engedjük, hogy rajtunk hajtsatok végre kísérleteket, de hé, ez egy jó ötlet. Szuper! Akkor most mi vagyunk a zseni tudósok, és ők a buta kísérleti malacok. Tudom, olyan okosnak érzem magam ebben a szemüvegben. Elkezdhetnénk végre! Mi a bátorság? Félelmek nélkül élni. A bátorság elfogad bármilyen kihívás, bármennyire is gyerekes. A bátor... Amikor nem is tudod, hogy valami milyen veszélyes. Összefoglalva, vegyétek az én bátorságomat, és tegyétek magatokba, hogy megkapjátok Gilt. Igen, belépünk a DNS képletedbe, kivesszük a kockázatvállalás fonalát, magunkba tesszük, és elhívjuk Gilt vacsorázni. Ha így szeretnétek intézni, de ez hibás megközelítés. Van ennél jobb ötleted, kutya professzor? Ha bátorságot akarsz, ne fiú légy, hanem állat! Milyen lenne, ha egy félelem nélküli oroszlán bátorságát kapnád? Vagy egy rozsomák szívosságát? És a szuper szexi sármot? Tőlem! Tőled? Most csak viccelsz? Nekem az összes állatnál több bátorságom van. A fiúval értek egyet, én a kutyával. Gyerünk, Susan, szedd ki belőlem, és akkor te, és nem Mary vacsorázhat ma este romantikusan Gillel. Nem, mert Mary állati bátorságot kap, amit az állatkertben gyűjtünk, és ő vacsorázik ma együtt Gillel. Kezdjük el! A bátorság szívóba! Mire vártok még? Hogy előbb megépítsük. Sietnél végre egy kicsit? Már mindjárt ott is leszek. Oké, akkor kezdjük a bátorság szippantást. Micsoda érzés, mintha butaságra készülnék. Most mi jövünk? Bátorság, szállj Mary-be! Érzem a... Jó! Soha nem gondoltam volna, de a tudomány vicces! Ideje Gilt vacsorázni hívnom! Nem, nekem az enyém lesz! Ez lehet, hogy rossz ötlet volt. Kit érdekel? Jó móka lesz nézni! Gilt!
Ó, hello furcsa lányok, akik most költöztek Johnny házába. Hú, nagyon hiányozni fog nekem a kis haver. Velem vacsoráznál ma? Ó, hát én, hát... Vagy inkább velem vacsoráznál? Úgy egél? Anyám, biztos leestem a trambulinról, és beütöttem a fejemet, és ez egy ijesztő vízió! Velem gyere ma vacsorázni! Segítség, segítség! Túl fiatal vagyok a randihoz! Ó, szóval ilyen, ha egy kísérlet végzetesen való sikerül. Aha, és meg kell mentenünk Gilt! Igen, segítsünk rajta! Egy, két, csiki-csiki-csiki-csiki-csiki! A csikizés minden esetben bejön. Jaj, Johnny tesó, visszaköltöztél! Én... Nagyobbak lettek? Ideje ezt egyszer és mindenkorra lerendeznünk, és ez alatt téged értettelek. Nincs elég bátorságot, hogy legyőzz engem. Igazad van, de tudom, honnan gyűjtsek még. Én is a laborba. Még a végén elpusztítják egymást, aztán minket, aztán a város! Tényleg csak az hiányzik, amikor apa azt mondja, hogy hozzám vissza őket normális állapotba vacsorára, különben nagy bajba kerülök, és most mögöttem áll, igaz? Úgy kezdeném ezt a beszélgetést, hogy nem én csináltam. Nem tudom, miről beszélsz, Johnny, de jobb, ha hazahozod a normál Susant és Maryt vacsorára, vagy nagy bajba kerülsz! Bajba! Honnan szerezte az ősembert? Ebből semmi jó nem sülhet ki. Meg kell állítanunk őket, mielőtt... Ennem kell, Géllel! Nem, nekem! Ebben valami tanulság, de a kóbor kutyákra nem tudom, mi az. Vissza kell terelnünk őket a kamrába, elvenni a bátorságukat, és olyan normálisak lesznek. Szép ötlet! Kedvesen megkérem őket. Elnézést, hölgyeim! Kedves kérés, rossz ötlet! Vagy felkaphatunk egy akármilyen veszélyes fegyvert a laborban, és ide kényszeríthetjük őket, mit szólsz? A citrus illatú növényi kábítógáz. Ez biztosan jó lesz. Ez általában az a pont, amikor apa figyelmeztet, hogy vacsoráig már csak mennyi időnk van. Johnny, a vacsora 30 perc múlva kész. Bajban leszel, fiacskám. Bajban! Susan és Mary, azt parancsolom, hogy álljatok le, és gyertek be velünk a laborba szépen. Most! Gyorsan, a kábítógázt! Mi az? Rossz irányba tartottam. Öt perc múlva vacsora! 25 percre kiütöttük magunkat. Gyorsan, hogy oldaná meg Susan és Miri a feladatot, ha én voltam bajban, de most nem én vagyok, szóval segíts akkor nekem, Miri, légy szíves! Azt mondanák, hogy az agressziójuk a féltékeny versenyszellemből ered, és az egyetlen módja, hogy kiiktassuk ezt a hatást, ha elpusztításuknak célpontját megkaphatják, vagy... Megkapják a vacsorát Gillel, és te elég jól tudod utánozni Gill hangját, igaz? Johnny tesó, visszaköltöztél! A régi szomszédok gonoszak voltak, és... Siess! Egy percünk van vacsig! Ez nem jöhet be! Ez az egyetlen tervünk, szóval hívd el mindkettőjüket randira! Beszélj már, Bödi! Hét, jött! Ti, Susan és Mary! Ti! Gél a szomszéd! Mindkettőtöket ugyanannyira és ugyanúgy bírlak, mert mindketten szuper cukik vagytok! Ti ketten! Ez bejött! Mondd még! Annyira szeretnék mindkettőtökkel vacsorázni, ha normális formában lennétek, de most még túl ijesztőek vagytok, ti! Igen! Jövünk vacsorázni!
készülődnünk kell! Mi történt itt? Kit érdekel? Randing lesz Gillel! Johnny! Vacsora! Egy őrült álmom volt, hogy kötélen rángatnak, és szörnyek akartak megenni vacsira. Ijesztő! Hé, mit szólnál egy vacsorához nálunk, mondjuk, most? Rendben! Kill! A szomszéd! Johnny, nem is tudtam, hogy vannak nővéreid. Tudom, Gil, tudom.